Kunszent Miklósra érkezett Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, mondjunk nemet a szankciókra elnevezésű országjáró sorozata. A fórum előtt egy sajtótájékoztatót tartottak, amelyen elhangzott, Brüsszel azt ígérte, ha a szankciók életbe lépnek, ez véget vet az ukrajnai háborúnak. Az intézkedések majd Oroszországot büntetik, és hogy a szankciók nem terjednek ki az energiahordozókra. De végül a szankciók egyáltalán nem váltották be a hozzájuk fűzett reményeket. Európa fázik, Ukrajna vérzik, Oroszország pedig gazdagodik ebben a helyzetben. Ez tehát az elhibázott szankciós politikának a következménye. Mi is itthon Magyarországon látjuk azt, hogy hogyan emeli meg az árakat a szankciós infláció. Látjuk azt, hogy szankciós felárat fizetnek az országok az energiáért, ami azt jelenti, hogy ezek a megemelkedett energiaárak, ezek bizony beépülnek az árainkba, azokba az árakba, amiket fizetünk. A sajtótájékoztatón elhangzott az a jelentősége a mostani nemzeti konzultációnak, hogy a kormány Brüsszelben fel tudja majd mutatni több millió magyar ember véleményét is. A magyar kormánynak továbbra is az az álláspontja, hogy semmilyen olyan szankciót nem tudunk támogatni, ami a magyar embereknek káros. Ezután is azért fogunk harcolni, hogy ezek a szankciók vagy ne lépjenek életbe, vagy pedig Magyarországra ne legyen kötelezőek, mert semmilyen olyan szankciót nem tudunk elfogadni, ami a magyar embereknek hátrányt okoz, ami a magyar embereknek káros. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, az Európai Uniónak két válság kellett, a pandémia és az energiaválság ahhoz, hogy rájöjjön, mennyire ki van szolgáltatva a nagyhatalmaknak. Dr. Salasz László azt is hangsúlyozta, Emmanuel Macron francia köztársasági elnök kapcsolatot vélt felfedezni az illegális migráció és a bűnözés között. Ismét beigazolódni látszik az a régi törvényszerűség, hogy a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz. Mi 2015-ben megmondtuk, hogy az illegális migráció az egy rossz dolog. A francia köztársasági elnöknek egy jó pár év el kellett, hogy teljen, hogy ugyanerre a következtetésre rájöjjön. Mi 2022 tavaszától mondjuk, hogy a háborús szankciók nem fognak működni, nem jó dolgok. Arra vagyok kíváncsi, hogy a brüsszeli bürokraták, illetve a brüsszeli képviselők erre mikor fognak rájönni. Dr. Salasz László figyelmeztette a brüsszeli képviselőket, hogy nem lesz annyi idejük felismerni ezt a helyzetet, mint Emmanuel Macronnak volt.